Volt egyszer egy kihívás. A kihívás, amit szinte lehetetlen csinálni, és ami még jobb benne, hogy ilyen találtam ki. Igen, Csongi, jó okos voltál. Rég rengeteg GTS live volt, és tudom, hogy hiányzik nektek, de jó hírem van. Jövőre megint lesznek live-ok, de ezt majd úgyis elmondom. Szóval jó lányok és srácok, én Csongi vagyok, és mert tudom, hogy jó sokatoknak hiányzik. Nekem is hiányzik. Jó van, Pandi, tudom, hogy neked is hiányzik. Szóval Csongi megpróbálja megcsinálni a saját kihívását. Ez mondjuk elég hülye hangzik. Ugye ezt online módban kell megcsinálni, szóval Play GTA Online. Felrakjuk a fülest. Töltőképernyő szimulátor, hát nem már. Né, miért ilyen fehér minden, nem mondott, hogy hova? Beszarok, lehavazott a GTA-ba, hát én mikor játszottam utoljára? Hú, ennek most nem tudom, hogy örüljek-e vagy sem. Hú, basszus. Én a hóval nem terveztem. Nem lehet csalni. És hát most nem az olyan csalásokra gondolok, hogy pénzt adó, azt meg ilyenek, mert az alapból tilos a játékban. De nem szabad például Lestert felhívni azért, hogy levedd a körözést, meg ilyenek. A második legfontosabb szabály, hogy nem szabad meghalni, vagy ha meghaltál, akkor kezdheted újra az egészet, úgyhogy... Ne hívjál, mert nem érdekel ez most. Ne hívjál, Lester, ma nem beszéltek veled, értsd már meg. Wow. Na... Erről nem szeretnék beszélni. Miért van nekem ilyen autó? Mit keres ez a garázsba, te Jézus Isten? Oké, mindenki leírhatja, amit szeretne a komment szekcióban. Higgyetek el, ezt az autót nem magam miatt csináltam. Tényleg nem! Legyen mondjuk... Jó, szóval itt most már a poén kedvéért beszállok ebbe az autóba. Ú, félek. Aj, és tényleg hó van, úristen. Hát ez... Akkor indulhatunk, és nyomá! És feláll a csajszí. Várj, ne fuss, bocsánatot akarok kérni. Ne. Figyelj, Réka, semmi baj, Réka, figyelj, állj meg. Ne, másik fele se fuss, Réka, állj meg, hallod, állj már meg. Nem mindegy, kaptam 23 dollárt. Ez nem volt a kihívás része. Na de miből is áll a kihívás? A kihívás tulajdonképpen annyiból áll, hogy el kell menni ide szépen le a reptérre. A reptéren el kell lopni egy repülőt. Hú, micsoda fordulat. Na de innen kezdődik az izgalmas része. Szépen el kell itt repülni egészen valahol idáig, mert itt van egy titkos katonai bázis, ahol le kell szállni. Szóval kiderül, hogy milyen pilóták vagytok. Aki esetleg eddig nem volt ott, annak nem spoilerezek. Ha még nem szállt rátok 1000 tank, anyahajó, meg mindenféle katonai bevetés, bele kell szállni a katonai gépbe, amit el kell lopni és fel kell repülni. Persze ez mind anélkül, hogy mondjuk egy tanknak az ágyú csővével farkas szemet nézzetek és pofán lőjön. Azzal a katonai géppel jön még egy nehéz küldetés. Ugye itt van a Mount Chiliad, ami a legmagasabb hegy a GTA-ban, és ha nem lenne elég nehéz lemeg felszállni repülőgépekkel hóban, akkor le kell szállni a hegy leges legtetején, annélkül, hogy felrobbanjon a gép és meghalj. Kicseszed hegy tetejére? Akkor le kell sétálni a hegy legmeredekebb részén, ezt majd mutatom nektek, ahol vár rátok a vasút. Azt hittek, hogy csak simán felsétálunk a vasútra, a nagy lótúrót. Le kell hívni az autótokat, és kitalálhattátok, fel kell ugrani a vasútra. Majd a vasút szépen visszavisz titeket oda, ahonnan indultatok, tehát valahova ide a város közepére. Szóval remélem tiszta, mindenkinek sok szerencsét, és hát jó, akkor menjünk a cél fele. Tesó, nem tudom vezetni az autót, állj már meg, Jézusom. Én esküszöm nektek, nagyon... Esküszöm, tudok autót vezetni a GTA-ban. Tényleg tudok, én nagyon-nagyon jó sofőr vagyok. Jaj, oké. Már csak az első küldetésnél vagyunk, hogy érjünk el a reptérre, de már Csonginak ez nehezen megy valamiért. Kanyar, tesó! Milyen drift. Csáó! Neked mi bajod van, hogy robogózol télen? Én nem vagyok motoros, biztos nagyon nagy fan lehet hol motorozni, de azért... Hát nem öltözött annyira vastagon a haver. Zöld! És Csongi nyert. Ha jól ismerem a játékot, akkor itt van egy ugrató. Ó, ott vannak, szépen ezzel bemegy. Te most szivatsz engem? Célirányba venni? Hoppá! Életem! Nem baj. Az a lényeg, hogy bent vagyunk. Nem mondod, hogy kinyílik az ajtón, ezt most kipróbálom. Bocsi, nem akartam, tesó. Csak ne, nem akarok semmit, ne gyere utánam, csak ne így. Megvan az első körözésünk, úgyhogy ez elég nagy szívás, és itt van a repülő is. Na gyorsan. Oké, felszállás, húzat fel a kormány, léci! Fel! Király, jó. Hogy lehet beúzni a kerekeket? Várjál. F betű talán? Nem. Annyit már tudunk, hogy nem az F betűvel kell kinyitni a kerekét. Ha! Mindenki kész van? Utasok? Rendben? Akkor viszont a G betű volt. Igen, a G betű voltak. Hogy lehettem ilyen béna, kiugrottam a G-ből, Istenem? Ne!
nem, Csongi, nem. Ameddig utazunk, elmondok nektek valamit. A napokban megkeresett egy játékfejlesztő, és egyébként tökre örültem, mert amúgy nagyon-nagyon sok ilyen telefonos app, meg nem tudom milyen játékfejlesztők kerestek, de olyan játékokkal, amit így nem tudtam hova tenni. De ez végre egy olyan, amivel tudok is azonosulni, ami nem más, mint a World of Warships, amelyik játékot egyébként pont az a cég csinálja, mint a World of Tanks, az biztosan ismeritek már. Én annól nem voltam oda az ilyen tankos, meg hajós játékokért, viszont egyik osztálytársam vett rá még azt hiszem 8-ban. Gyere már, Csongi, tankozni jó lesz! Aztán addig lőttük egymást, hogy rákoptam. És most tök fura érzés, hogy itt vagyok videósként, és megkeres konkrétan a fejlesztője, szóval ennek tényleg nagyon örültem. Ennek a játéknak hasonlóan a World of Tankhez az egyenge, hogy egyedül vagy csapattársakkal mehettek az ellenfelek ellen, és akár botokkal vagy más játékosok ellen harcoltok, és nyilván aki lelője a másikat, az fog nyerni. De persze rengeteg fajta hajóval, stb. És aminek örülök, hogy ha esetleg valakit érdekel ez a játék, akkor leírásban ott van egy link, amivel egyébként még előrébb is kerültök, mint egy random játékos, aki regisztrál. Mert van egy ilyen Boom nevezetű kód, ami már be van írva nektek előre, szóval technikailag csak regisztrálni kell, hogyha szeretnétek. Ingyen megkaptok egy ilyen 25 eurós csomagot, amiben van két ilyen prémium hajó, 2,5 millió kredit, 7 napi prémium tagok is vagytok, sőt, ha jól emlékszem, akkor kaptok 200 doublon, meg 20 kamuflást is. Kamuflást. Nem tudom, hogy kell kivonni. Én tényleg remélem, hogy akinek tetszik, az majd hasznát veszi ennek a kódnak, nyugodtan próbáltuk ki, csak aztán kinelőjetek, mert akkor nagyobb érges leszek. Viszont mi egyre jobban közeledünk a célpontok felé, és látjátok? Vagyis hát pont, hogy nem látjátok, mert nem lehet látni a hóviartot, itt van alattunk, oda kéne leszállni. Úristen, szépen megfordulunk. Kerekeket már kiengedtem, de még őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy fogunk leszállni. Jaj, csak lenne zuhany, léci. Nem jó? Hol van olyan repülő? Négy csillagosok vagyunk, úristen! Lassabban. Jó lesz. Ott a repülő. Állj meg, nem jó. Szállj ki. Nem jó. Kelj fel. Hol a katona? Ott a katona repülő. Négy csillag van rajtunk, az azt jelenti, hogy bármikor egy tank kilőhet. Miért akadsz el egy lámpában? Egy fisfos lámpában, oké? És már fut, figyeld már, hogy fut utánam. Igen, már egyébként tudni kell azt is, hogy a... És már lő, figyeld, ott van. Jaj, gyorsan. Meg lehet. Sikerülhet? Nem mondod, ez ilyen egyszerű volt? Mi ez a hang? Ne! Pont túléltük, ugye? Füstölünk, skacok, ez nem jó! Pedig felszálltunk, ne! És ott van velünk szemben a Mount Chiliard, szóval oda kéne lesz. Ne! SOS, figyelem kapitány! Baj van! Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Ne a mesztelen testemet nem akarom mutogatni videóban! Szállj ki a tusolóból, de most azonnal! Csak hogy mondom egyébként mindenkinek, hogy bárki elém jön a... Ez meg ha... Mintha megérezném előre, hogy mi fog történni amúgy. Ez nem jön össze, tesó, passzívba raktam magam, nem robbantod most már fel az automat. De hát végül is így még rövidebb is volt az út. És már megvan az első körözésünk, léci, most az egyszerűen előtte lesz. Micsoda tökéletes ugrás! Jaj, szegény. A minimapon nézem azt, hogy éppen balra vagy jobbra billeg a repülő, és ennyi tudok csinálni. Kerekeket kiengedjük, megközeledünk. Megint megkaptuk az ötös körözőt. Ezt nem hiszem el. Ugorj! Jó, hát technikailag leszálltunk. Repülő kéne. Ne lőle, léci! Ne, please, ne lőle! Csak egy kicsit még bír ki! Már nem kell sok. Hú, ha most nem lőnének le, olyan boldog lennék. Légy szíves, ne lőj le. Ablakon át nem lőhetsz le, ez golyóálló. Megvagytok. Remélem most nem lőnek ki, fel le kacsázok, csak azért, hogy ne találjanak el azzal a golyóval. Skacok. Őszintén ezek mindent gondoltam volna, csak azt nem, hogy pont most fog sikerülni, mikor lezuhantam. Jaj. Ezzel a géppel le kell szállni a Mount Chiliardon. Anélkül, hogy felrobbannánk. Ha ez sikerül, már innentől easy. Gyertek utánam, szétszedlek! Jó, na Csongi, innentől nem cseszheted el. Ha le kéne szálljunk a tetején, anélkül, hogy felrobbanjunk. Kicsit körbemérem a terepet, hogy néz ki ez. Hú, ezt nem tudom, hogy fogom csinálni. Talán, ha innen közeledjük meg, akkor talán működni fog. Jó, leszálltunk! Nem robbant fel! Hogy? Kacok, meg vagyunk! Ez volt eddig a legnehezebb része, vagy hát még ki tudja, mert a vonat sem lesz egy egyszerű dolog. Úgyhogy most jön az, hogy le kéne innen szépen menni, anélkül, hogy meg ne halnánk. Csak reméljük, hogy nem csúszik annyira. És ugye itt kell lemenni a felvonó mentén, mert azért elég meredek, de anélkül, hogy meghalnánk. Jó, basszus, nincs életem, most látom. Ne, lassan! Thank you.
Azt hiszem, hogy a kihívást szerintem megegyezhetünk annyiban, hogy aki megcsinálja azt, hogy leér a hegyről anélkül, hogy egyetlen egyszer meghalna, az kap tőlem egy kekszet. Kitalálhattál volna mondjuk valami menőbet is, a minden csoki. Szóval, ha tényleg akárhányszor meghalsz újra kezded, akkor ez ilyen végtelen lesz. De nem baj, ettől csongi kihívás. Mondom, hogy nem baj az, hogyha mondjuk lebukfencezel, mint... Ne haj meg, léci. Na, mindjárt lent vagyunk, mindjárt lent... Nem bukfen! És ha leértünk, akkor végre hívhatunk egy autót, ami az utolsó célunk. Én akkor szoktam így futni, amikor a puki az nem puki. Oké, itt az autó. Most megkeressük a vonatot. Van egy jó trükköm egyébként, hogyan kell felmenni a vonatra, csak nem biztos, hogy elég gyorsak vagyunk hozzá. És most van az, hogy türelemjáték, azaz kivárjuk, ameddig a vonat ideér. Ki tudja, lehet nem is jár, aztán itt hiába várok rá. Jézusom, mi ott csúszik. Lehet, hogy tényleg nem jár. Hát, hogyha ilyenkor nem megy a vonat, akkor igazából a kihívás az tényleg egy kicsit rövidebb, mert végül is, ha azt nézik, akkor elég nehéz eljutni a hegyről, amúgy is úgy, hogy ne hallj meg, de... Hát, skacok, én visszaútoztam teljesen a városba konkrétan, és még mindig semmi, szóval akkor ezek szerint nincsen vonat. Na mindegy, jó, hogy nem ültem ott tényleg egy-két órát. De hogy mégsem maradjon ennyibe a kihívás, akkor kitaláltam egy másikat, szóval, ha fent vagytok a Mount Chiliardon, vegyetek fel egy ejtőernyőt, és próbáljátok meg az ejtőernyővel elrepülni egészen idáig, és pont beleesni a vízbe. Nem egy olyan nagyon nehéz dolog, de nem is könnyű. Azt hiszem nem mutatom meg videóban, hogy hogy kell, hanem majd kitaláljátok ti. Mert ezt már live vagy párszor megcsináltam, úgyhogy szerintem nektek is menni fog. Na hajrá! Mindenkinek sok sikert szeretnék kívánni, ne felejtjétek, nem szabad meghalni, mert kezdhetitek előről. És hát láttátok, hogy nem könnyű még nekem se, pedig én ezt már párszor próbáltam. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következőről, mert rendszeresen vannak videók a csatornán, heti 2 csütörtök és vasárnap. Ha pedig már fel vagy iratkozva és a padlás közé tartozol, akkor jó nagy lájkot is csap ki. Én nagyon szépen megköszönöm, meg a YouTube-nak is jó tesz, mármint az algoritmusnak. Előre is mindenkinek boldog karácsonyt szeretnék kívánni, csütörtökön találkozunk egy különleges videóban. Ne felejtjétek, hogy mához egy hét, azaz vasárnap megkezdődik az erdélyi túra, rengeteg vloggal, esetleg SMS-es videóval, hogyha szeretnétek, szóval remélem, hogy nagyon fog tetszeni ez az egy-két hét, ami ott lesz. Én már nagyon várom, és tényleg rengeteg ötletem van. Ne felejtjétek, karácsonykor próbáltok minél több időt a szüleitekkel tölteni, a családotokkal, mert szerintem ez az ünnepnek a lényege. Mint mindig egy csongi voltam, találkozok a következő videóban, és akkor, ami nem maradok el, az, hogy hello!